Legújabb festményét tervezi Móder Rezső képzőművész. A festményeket ábrázolási technika és műfaj alapján különböztetjük meg. A festészetben általában a figurális festészetnek az ábrázolása, akkor a tájművészet is, tehát a tájképes dolgok is visszajöttek, és ugye akkor az absztrakt és a szürrealista is megy, a konstruktivista is megy. Csak azzal a különbséggel, hogy általában a nagyméretűek mennek inkább. Mint mondja, egy-egy alkotási folyamat mindig a készítő éppen aktuális hangulatától függ. Szerinte a festőművészet alapvető feltétele a fantázia és az eredetiség. Kialakítottam egy ilyen jelképrendszert, és azon az úton dolgozok, azokat csinálom. Meghatározva van ez 5 vagy akár 10 évekre is. Tehát nincsen olyan, hogy na mostan ezen a héten ezt csinálok, utána való héten. Teljesen más, hogy úgy, hogy ugyan esetleg az interneten olvasom, hogy mostan ez megy, akkor utánozom, hogy mit jó néhányan. Móder Rezső hozzátette, a Magyar Festészet Világnapja alkalmából saját műtermében készül egy kis meglepetéssel kollégái, barátai, illetve tanítványai számára. Október 18-a a Magyar Festészet Világnapja, amely a festőművészek védőszentjéhez, Szent Lukács nevéhez fűződik. A DSTV híradóját Tóth Veronika tudósította.